Na, szaszú emberek. Utolszó. Mit gondolok erről a termékről? Őszintén mondom, ez a termék szerintem elég jó. És ezt... mondom, ez szerintem, amit az előző... A következő videó mondok, a másik terméknél, hogy ez annál... Visszavonom az, hogy az Apple-es érdesebb minden. Szerintem az, ami most van termék, amit először fogtok látni, az, bocsánat, sokkal édesebb, mint ez. A kávés ez, nem annyira édes, mint az. De ez jó termék szerintem, vízben nagyon jól oldódik, az íze vízben is nagyon finom, hatása nagyon jó, nagyon gyorsan hat, és mondjuk ezt mit várunk egy mahás fehérjétől, de ahhoz képest nagyon gyorsan hat, és nagyon alapos munkát végez, szóval volt, amikor izomlázom volt, és megittam kettőt. Úgy volt, hogy megittam edzés előtt, meg edzés után, és itt megyed, és utána már csökkentette az izomlázat. Kipróbáltam most, hogy milyen, hogyha nem, csak egyet iszom, és megvárom, míg az izomláz le elmegy. Hát, borzasztó volt. Durva edzés után nagyon kemény volt utána, mert vártam vele, és utána borzasztó rossz volt, mert hát izomláz nem volt el. Nem vagyok most, hogy legalább 4-5 nap kett, mielőtt elmúlt. Úgyhogy ja, szerintem ez egy remek termék, vegyétek, egyétek. Kevés cukortartalommal, jó minőségű fehérjével, jó oldódik, nincs oldási gondok. Ha gyorsan hat, és szerintem egy jó kis termék. Úgyhogy szerintem erre pozitívan gondolkodom, szerintem ez egy remek termék, úgyhogy szerintem ezt vegyétek meg nagyon gyorsan, megéri, és tök sok minden hatóanyag van benne. Szerintem bajtekusnak, szerintem azért fél is van a bajtekusát, ez egy jó terméket is tud elállítani, mint a jobb, mint a vanília, amit itt találsztőnek, az nagyon rossz volt. Azt képest a termék, ez olyan 9-esnek. Jó. A legjobb, itt a már a legjobbat, és nem ez egy jó termék. 10-ből 9 mondjuk a termék. Szerintem, de mennyit szeretném, majd tetszett a legkötörökött a fenn a szaszíron emberek.